Az orosz erők hétfőn ismét tüzet nyitottak a közelmúltban felszabadult dél-ukrajnai Herszon városára, közölte Juri Szobolevszki, a megyei tanács alelnöke. A helyi katonai vezető bejelentette, hogy az orosz erők déltájban csapást mértek a város polgári infrastruktúrájára. Az esetnek sírültjei is voltak, de pontos számot egyelőre nem tudott közölni később Kirilo Timoshenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője arról tájékoztatott, hogy egy halálos áldozata van a támadásnak, aki kórházba szállítás után vesztette életét. Szerhi Hajdaj, Luhansk megye katonai kormányzója egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az ukrán csapatok lépésről lépésre haladnak előre, és szabadítanak fel területeket a kelet-ukrajnai régióban, Szvatove és Kreminna települések irányában. A Liszicsanszk melletti Bilohorivka település azonban folyamatosan támadják az orosz erők, ezért ott az ukrán csapatok védekezésre kényszerülnek. Volodymyr Zelenszky hétfőn a lakossághoz intézett videóüzenetében leszögezte, hogy az ukránok áram és meleg víz nélkül elvannak, de soha nem lesznek el szabadság nélkül.